Ha te küldöd, nem para. Ha más küldi a nevedben, para. Így néz ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új kampánya. Emojikkal illusztrálják azokat a problémákat, amelyekkel a jogesélyszolgálathoz, azaz az internet hotlinehoz fordulhatnak a felhasználók. Ilyen például az adatokkal való visszaélés, a fenyegetés, az online zaklatás és a származás miatti kirekesztés. Az internet hotline 2011-es indulása óta már több mint 4000 bejelentést vizsgált a hatóság. Az internet hotline csak bejelentések alapján dolgozik, az NMHH-t bárki megkeresheti, akár anonim módon is, ha egy felhasználó vagy weboldal ellen tenne panaszt valamilyen jogsértés miatt. Ennek a tartalmaknak azonban közösségi oldalakon vagy blogokon kell előfordulniuk, a médiavállalkozásoknak, regisztrált sajtótermékeknek a tartalmaival más hatóság foglalkozik. Hosszú évek óta megbízhatóan vagy stabilan a hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom az a kategória, amiben a legtöbb bejelentést kapjuk. Ez nagyjából a bejelentéseink negyede ilyen üggyel kapcsolatos. Ebben a kategóriában tartozik például, amikor egy képet a rajta szereplők beleegyezése nélkül tesznek közzé például a közösségi médiában, vagy valakinek a nevében hamis profilt hoznak létre, ahol aztán az ő képeit forgalmazzák. De ide tartozik az is, amikor valaki mondjuk egy intim kapcsolat befejeztével, bosszúból közzéteszi a partneréről készült felvételeket. Ez egy nagyon gyakori, és mint ahogy a példákból látszik, ez néhol kicsinek vagy jelentéktelennek tűnő, máskor viszont nagyon drámai eseteket is jelentő kategória. Az NMHH új kampányában 2000 gyermeket és szüleiket kérdezték meg média használati szokásaikról. Az eredmények alapján kiderült, hogy az online megfélemlítésnek leginkább kitett csoport a 15-16 éves lányok bizonyulnak. 27%-ukkal fordult már elő ilyen eset. A kutatásban résztvevők 23%-a találkozott az elmúlt egy évben olyan tartalmakkal, megnyilvánulásokkal, amelyek származásuk, szexuális hovatartozásuk, vallásuk vagy fogyatékosságuk alapján diszkrimináltak társadalmi csoportokat. Az életkor emelkedésével párhuzamosan egyre magasabb az ilyen tartalmakkal szembesülők aránya. A felmérés arra is választ adott, hogy a 15-16 évesek egyharmada legalább 4 információt megad magáról, valamint képeket is megosztanak magukról. Azok, akik találkoznak a korábban említett problématerületekkel, sokszor azt hiszik tehetetlenek, pedig az NMHH rögtön foglalkozik a bejelentett ügyekkel. Mi egy olyan eljárást valósítunk meg, amit a jogi köznyelvben értesítési eltávolítási eljárásnak neveznek. A tárhelyszolgáltatók vagy tartalomszolgáltatók, akiknek a felületein a tartalmakkal találkozunk, azok különböző módon felelősek azoknak a tartalmaknak a jogsértő vagy nem jogsértő voltáért. Nyilvánvalóan egy tartalomszolgáltató, aki valamilyen tartalmat szerkeszt, ír, felelősséggel tartozik azért, hogy ott miket állít, kiről mit mond és mit tesz közzé, hogy ez kinek a tulajdona. A tárhelyszolgáltatók viszont, akik például felületet biztosítanak ahhoz, hogy megoszhassuk a képeinket, tartalmainkat egymással, nyilván nem tudhatnak mindenről, ami az oldalokon történik, nem láthatnak bele a felhasználók adataiba. Viszont az elektronikus kereskedelemről szóló törvény szerint abban a pillanatban, amint valaki értesíti őket arról, hogy a felületükön jogsértő tartalom található, abban a pillanatban ők is felelőssé válnak érte. A bejelentés után tehát az NMHH megkeresi a tárhelyszolgáltatót, aki felel érte, és felhívják a figyelmét, hogy bizonyos tartalmuk jogsértő. Ezután pedig a tárhelyszolgáltató a hatósággal együttműködve elérhetetlenné teszi a már említett tartalmat. Az NMHH a Nemzeti Nyomozó Irodával is kapcsolatban áll. Ez azért is fontos, mert ha egy bejelentett pedofil tartalomról meggyőződnek az NMHH szakemberei, akkor az minden esetben rendőri bejelentést is von maga után.